2019-ben ugyanígy sétáltam lefelé az utcán, akkor is máma az igyekezve, akkor még nem tudtam, hogy mi sűk ebből az egészből, csak mentem, s csináltam. Aztán hát ugye, mint utólag kiderült, az egyik legnézettebb videóm lett a csatorna. Hát most megint hezza tartunk. Máma most már nem süt olyan sűrűn. Vallásos ember szíven, most már csak az inkább a fontosabb vallási ünnepekkor, napokkor, mint például mondjuk húsvét, vagy akár ami most következik, a pünkösd, ugyebár. Hát ugye esetleg, ha van olyan, aki nem tudná, de akkor a szégyel magát. Június 4-e, hónap szombat. Szóval a hónapi nap érdekes lesz, mert ott van ugye Trianon, csíksomlyói búcsú, ahol lesznek remélem többen, mint 100 000, illetve hát még lesz egy angol-magyar meccses, amit sajnálom, hogy csak gyermekek mehetnek be az ártkapu miatt. Hónapot, bara! Megyek mámához! Kenyeret kéne süssünk! Június 4-ről röviden addig még egy annyit zárójában elmondanék, hogy ez az a nap, amikor Európa végignézte Magyarország feldarabolását, ilyenkor az embernek a szíve jobban feldobban, azzal az egész évvel is, de ilyenkor jobban gondol a délvidéki, felvidéki, kárpátaljai és a többi elcsatolt területen élő testvérre. Hát én értem, hogy 100 éve itt vagyunk, ebben a tetves országban se el kell fogadni, de hát akkor az 1000 évet azt úgy el kell felállítani, vagy mi? Zárószó, csak 3 szót mondok így Trianonról bezárva, és akkor indult a kenyérsütés. Nem, nem, soha. Nem, nem, soha. Megvan. Megvan főjöve az este. Vagy befogva. Jó, de most tartom le, hogy... Na, lehetem ezt, Péter. Mondd el, hogy mikor szoktál most már csak sütni, melyik alkalom? Hát most már csak úgy, hogy ünnepnapokon, mert ugye nem hagyják ezek a gyermekek, mert nehéz, s egyedül vagyok, s... Akkor, mikor még úgy mondják, na most egyet süssünk, akkor még egyet sütünk. Már rég lemondtam, ezelőtt elég sokat eladásra, minden üve süttem. És akkor most melyik ünnepnapokon szoktam? Hát most minden ünnepnapokon. Karácsony. Megkezdem karácsony, megkezdem, akkor jön húsvét, pünköst, úrkenyér, mindenre, amikor úgy most, ha most aztán ezek a gyermekek kezdnek építeni, akkor kell rendesen süssek megint. Hát segítek, mondom, hát én tökélet nem vagyok, de mi tizet hántuk meg is ízni. Na így, ne. Fújj, a kezem ügyében. Ez a kicsim azért meg. Csak ugye én így szoktam, mert szoktam, hogy kezivel hát én mondtam kezemmel, mint villámos késsel. Jöttem lefelé, olyan nagy világút, Andrusom. Mindenki állott indul, a kocsi kocsit ért. Ember az uton. Mondom, mi lett el? Na! Igen, halló! Gyermekkel hancsuk a pityókkal, filmezünk! Töröm meg! Töröm! Mondd el, hogy tovább mit csinálunk, menjünk, elkészítsük, viszünk egy... a havittőt. Sef havittőt, de már vémar rakom a kemencébe. Kemencébe vémar rakom. És akkor aztán hagyjuk estére a szitalást, a kovászt csinálást, lehet. És akkor az éjjel ő szépen ott magába dolgozik, és hónap reggel kezdjük a dolgoztással. Az az. Na már, fazék pityók. Egy fazék pityók. Hány kenyér lesz ebből? Hát 10-11, meglássuk azt, ahogy szagotom le, érted? 11, máskor csak 9-ak mondtak, jó sokat hezzel lettél. Ha már sütünk, akkor süssünk. Mert tudod, béteszem most hagyóvasonat, veszem el és friss. Na jó, akkor este jövök vissza 9-re, máma. Addig ügyesen most el, amivel dolgoztál, rakjál rendet.
És akkor jövök. Ott tudsz a kezembe nekem is. Most a Jannát keharítsük. Ezelőtt aggol a vitéka mentünk, ott a magat és aggol csúsztuk hozzá. A csehetés baj? Nem, nem mondok ki az erdőbe, nyílésbe. Csak most már nem szabadnak, most bezárnak, ha menjünk az erdőre. Szem a pityókat beléltak a nyílbe. Lassan, szóval olvasok a kisztecskét. Ahhoz képest, hogy egy válink pityókat meghalt, hogy nem is látszik, a tekány, hogy várnál. Elveszett. Vizét keresi? Hát, hogy ne legyél valami benne. A hancsú vizét áll még itt. Hát egyébként keressünk valami. Ott is. Jó, van ugyan, mert egy cseppen misztű, nem hancsú. Hát, jó, de hogy van. Mondjuk elvesz benne. Ez csak egy hancsú. Múltkor számolgattuk, hogy még vagy három vagy négyen sütnek a forban, most már nejsze, csak te maradtál ide. Hát most már. Irénkány is üteni? Nem. Nem, ezt mondom. Gat. Klarisa. Gatis. Te vagy az utolsó muvika a forban. Úgy lett a sütés rajtad, holki. Senki se süt. Hát, ha aztán valaki videó láttán Kárpátkot. Hát, ha valaki elröpöli. Na, tűcsök. Minden. Igen. Jó. Most hány kiló liszt? 22. 2 kiló kell egy kenyérhez. Jó, 2 kiló liszt kell egy 3 kilós kenyér. Azzal tudjuk a borosnyóra ahni. Fehér. Rossz ne. Ki a földre? A jó. A búzácsot őröltek nekünk kiló lisztet, fehér lisztet, kóppat. Hogy borosnyúl őröltettétek? Hát nem, itt nem volt a malom? Itt is, legelőre borosnyúl volt. Itt nem volt malom? Itt is volt. Ti még tudjál, mikor a malom? Igen. Na mivel jártatok? Szátérrel, mivel tudtak meg. Most veszünk a vigyidős kaplambozókot. Há igen, ha van? Ha van, a kóppat. És jó drága. Belé van téve a kovasz, még azt adtam, eldolgozom, élesztő, akkor összegyúrom a pityókával a lisztás, úgy hagyjuk reggelig. Kovasz úgy készül, mert most nem igény van kovasz, mert nem sütnek. Azelőtt úgy volt, hogy mentünk, és a szomszédoktól kovasz kértünk, hogyha azok süttek, hogy nem volt kovaszunk, akkor ahol süttünk, és magunknak akkor hagytunk meg a kenyérből egy darabot, a kenyértisztájából jövőkor, hogy ne kell menjünk kölcsön kérni is. Mostanában pedig nincs hova menni, hát kell csináljak. Főzök pityókat, mint ma, mondjuk hét elején, és akkor összegyúrom jó keményre a liszttel, teszek egy kicsi élesztőt, egy olyan 50 banira, és akkor hagyom, hogy kájjen, úgy a hétvégig. És akkor hétvégén szoktam örökké sütni, és ezt megtartom magamnak, és amikor akarok sütni, csinálok az előtt való héten kovasz, és az én kovaszomból csinálom a kenyeret. Most például húsvétre süttem, akkor csináltam kovas, hagytam meg, most nem kell, hogy sehova menjünk, és nincs se hova menjünk erősen, és lejártak a régi csodák. Hát a régi csodák, hogy kértük innen, onnan kaptuk. Mondom, most már egyedül maradtál faluban. Na, esetleg valaki neki akar fogni angyalosan, akkor jöjjön ide kovászni. Jöjjön kovászni. Hát volt úgy Rózsika, és itt a szomszéd azt mondja, Évacska, van egy kovász, van, gyere lelkém. Klári, és van, én kérek egy kovász, gyere lelkém, mert volt már több, hogy adja kovász, attól. Szoktam odaadni, és akkor visszahozza. Nagy Csabika, most mit csináltál vele? Elügyítettem, benne van az élesztés, benne van a, mondjad, a kovász, s vízzel, langyos vízzel, és most összegyúrom, eválni leadtad el lelkém. Így. Töltöm rá, és jól megdolgozom, és teszem oda, és nem hoztuk ki az abrózt, aki hoztuk. Na, csak nem. Na, figyelj, bó.
Akkor lényegében én úgy vettem észre, hogy ez még az első nap, ez nem falrasztó, hát pityókat letöröd, megfőzöd, letöröd, utána pedig kovásztal, szitálsz, a kovász bajrakod, de reggel van a nehéz meló, amikor dagasztasz. Most annyival lesz másabb, man például, mint a múltkori, hogy most még kalács és sütődik, és akkor ezt még külön most máma megszitálja a kalács nevar. Nekem örökké nem tudom, de az volt a kedvenc, amikor egy fokkalács egy izét reaktettél. De azért, hogy ha ne érjél bele, mert belérakod, érted, ugye? Tejet meg langyosítom, az illesztőt belé teszem, sót, és ahol vajat teszek bele a kalács tésztájába, és ahol gyuró meg is készen. Szerinted mi lehet az oka, vagy mi a baj, miért nem sütnek már az emberek? Hát, most már könnyen megveszik. Soha vittél, és rahatod, nem félünk ezzel vittél, azt is kerüljünk felül, hogy félhosugossak, s félvágjak, s oda bérakjak, s így menjen a húst. Na, akkor villanyótás, lefárb, és a tyúkok már rég elültek. Melegedtek én is haza, s akkor reggel fél hétre itt vagyok. Jó. Akkor tudod, hogy megvan dagad, amikor így kezelődjük. Így van. Még egyszer így ne tudom, mert ezt szafordítom. Meg is vagyunk akkor. Ledogoztam, az az utolsó. És az elég mi volt? Eszelegítettem. Az az eszelegítés? Hát persze. És el a ledogoztam. Ezt most dogoztam, az az utolsó részleg. Nézzek ide kezemet. Igen. Menjek vissza még egyszer. Még egyszer vissza, hogy kis kész. Egy balbonyi, nem bukszolnak mindig. Túl van máma a legnehezebb részem, mert hát egy bőfél óra alatt megdagasztotta a tekányőnyi kenyeret, most pedig meg kell várni egy jó másfél óra, amíg meg kell, addig bégyújt, addig igen a hevítő meggyújtódik a kemencébe, és akkor aztán lehet szépen bérakni a kenyereket sűrűn. Zsagot. Múltkor is elmondtuk, de azoknak mondd, akik esetleg nem látták, hogy ezek mifélék? Hát ezekkel a szanatvárém széjjel lelkén, s rakom újra. Milyen neve? Sodoró, a zsag. S az? S az pedig a szénvonó. S a másik a lopat, másik a bévet. A bévet ülopat. Hát ahol végcsinálok, amikor bérakunk a kenyereket, akkor ahol védakunk a likat. S hát és lesülnek, akkor kiveszik. Nézzük meg, mennyire kell. Ma ő ki a tekányőből ember. Most nyúzom. Szanacski. Itt ki kell fehér egyes gáztenni, látod? Az a lik. Látod? Jaj, akkor rögyött tenni. Persze. Az eszeti van fehér egy lak. Félhajtom, leszakítom, félhajtom. Ha szemre veszed ki, hogy most akkor egy kenyérnek való. Hát én azt már tudom, hogy... A sok év tapasztalat, mi? Persze. Ez
Legyen a félre. Egy. Nos, amiután megvan mind a 11 darab kenyér, belé van rakva a kasba, akkor kihordjuk ügyesen a kemencéhez, akkor lassan-lassan re a lapára, és befelé a kemencébe. Onnantól kezdve egy másfél óras meg is van. Vagy kettő? Kettő, oké. De ha erősen megkerül, akkor már. Akkor csak a másfél. Na, és ki van fogyva a nagy tekenő? Nagy tekenő, ki? Meg van ürülve, kasok teli. De legalább rakom le. Még egy van. A fejes a fej. Mr. Rendesen öröttem, hanem akkor reologod és jó, nem tudod is. Akkor mi vagy? Fogd meg a szervét, egy csúcs. Kicsik azt aztán veszük meg. Kicsik, ne csukd be. Na már kenyi. Na, egyes jó Isten, kenyek segítenek. Köszönjük neki. Azt már teszem is a helyre. De teszek egy kicsi szemet. Tartsuk már. Kicsi nézegében tudod, de minek az ajtó. Nem leadtad. És amíg a kenyerek sülögetnek, addig ugye extraként kalácses lesz, ordás, illetve rahátos. Ezek így néznek ki jelenleg, de amikor belekerül a tepsibe, akkor kiadja a formáját. Egy óra múlva, ugye úgy van, ugye? Mielőtt vennéd ki a kenyeret, egy órával azért bétevődnek, és akkor ezeknek egy óra elég, már kicsikék, és hamar megsülnek. Akkor ebből a következő sütésre lesz? Igen. Ez lesz nekem, hogy a szóval teszed el, ez zacskóba van mi? Zacskóba. Így, ahogy van? Hát, hogy. Varázsasztal, bényút, s ami van, azt veszed ki, ami kell a lull. Most teszed a sót belé? Igen. Ne. Látod? Na, már kovasz. Most ezt itt hagyjuk, s a megkárba, kamarába, s előkor kitetik. Na, és már nincs egyéb dolog, csak várni, és fülögessenek. Ugye egyik csatornatagomnak eleget téve a kérésére, máma elmondta, hogy hogy készül a kovász, illetve vagy ha nincsen otthon a háznál, akkor hogy lehet egyet gyorsan csinálni. Másik csatornatagom kérése pedig az volt, hogy a kenyeret miután megvágtuk, a zsírról kenjük meg, legyen belőle zsíros keny és jó zöldhagymát mellé. Na hát ezt tehát nem csak a kedvét, hanem az én kedvemét, és már alig várom, hogy tudjak valamit mandzsálni, mert egész éjjel nem ettem semmit. Akkor debi a kalácsot. Tessék, megfejünk. Mindent gyakorolt. Tessék be az ajtót. Mutatok még nektek valamit? Itt, mi fő? Tőtött káposzta. Kellemes te hasznossal. Amíg a kenyér sül arra, hogy meg lesz a káposzta, és akkor friss kenyére lehet megint. Mutasd meg a kártyadat. Na gyere, nézd! Bőcsáket, Dávid. Né. Az a Róza néni a salátától errefelé odaindul, gondolkodik mindazáig. Látod. Kordvirág. Jó gazdagok vettük-e? Azt mondják, minél nagyobb egy anyé kocka az udvaron, annál gazdagabbak az emberi. Még mindjárt itt vannak. Hát nézd meg, menjük végig, cékla.
fuszújka, paradicsom, aralábi karfió, vinete. Nehol van eladott a vinete. Muruk peterre, én sogyma, egyéb nincsen. Az elég. Az a létre mi van kár meg tényleg? Mászol át rajta a szomszédba? Aztán most csinálunk egy lopókapu, tudod? Az így? Mi az a lopókapu? Mi menjünk, ha mi van át, tegyük rá. A rátkáj szépek vannak, nem azért, de zöld hagyma nekünk jobb volt. Hát jó, jó. Lehet nagyobbakot ültettetek. Nézd meg a kalacskákat. Sülnek. Vedd ki a kicsi cipunk. Kóstoljuk meg, ember, mert meg vagyok elhűlő. Az az élet, ember! Jó zöldhagyma, jó szalona, ráték, mindjárt hozzák a zsír. Fuá, még egy csepp sók, meleg, he. Nem jár csecsem, he. Egy fejlének nincsen, he. Drága szép facskék szálingóznak, ennél egyéb semmi sem. Élet.exe file. Open. Na, mutatok egy lifehacket, mivel a zsír meg van fagyva, azért beteszem a kemencébe a seppercet megúlva. Londa szoktál nekem. Nagy bíted a pindál olvadon, nagyon meg vagy a zavarodván. Sepperc meg van olvadván. Kétfelé állva a fó. Na, hosszan. Na, örvendesz, hogy megvan a kenyér. Hát igenis. Jó, hát az a cipó. Ezt nektek süttem egy hát egyébként. Hát cipó, hát az másfél kiló van, máshol ilyen a kenyér máshol. Nehol vannak, mertek egyetek. Ez meg tudom, meg lehet rosszul értel, amire szedjétek az oldalat. Jó, ez is most jobbra sikerült. Úgy érzitek lehet. Azt se tudom, hogy fogja neki, tehát nyál a szájomba össze van mélyben. Szilapanykat hozzak. Nem, már vezetek. Még a zsír, mivel még fagyus, azért csak annyit tettem, aztán reolvat, ha akar én már ilyes vagy. Most vevődnek ki a kalácsok akkor. Na, itt az utolsó darab a 11. Ugye? Hát már egyet megettünk. Egyet megettünk, így félbeli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 darab szét nagy kenyér. Gyere ide, az egyenlenül a kádmálét. Egyetlen egy unókában, na úgy, na kenyereimmel álljak ide. Vigyázz. És azt mondál, hogy régebb hogy volt, benne hagytátok a hancsukba, és úgy rottátok. Így van, levittük a pincébe, és ott a jó hűvösségben volt, és amikor kellett felhoztuk, és levattuk a héját. Nem vártuk le. Olyan. Egyszer biztos, hogy jóval nagyobbak lettem, de múltkor jöttem. Nagyobb lettem. Tehát 3 kiló, 3, de a többi. Egy akkora van, hogy lehet egy újszület gyárnak, nincs akkor. Na hát ez lett volna a második
kenyérsütős videóm. Köszönöm szépen, hogyha végignéztétek a videót. Hogyha feliratkozás már a csengőt benyomtátok, annak még jobban örvendünk. Tyúkláb, ludláb mindenkinek, én Mr. Originality, azaz Csabika voltam. Ez pedig itt mámának a kenyerei. Szerusztok!